A mérkőzés első komolyabb eseménye a hatodik percben szabadrugás a PMSC javára. Belánszky veri be a labdát és Bódog fölé fejel. A 11. percben újabb pécsi helyzet. Balog indítja Belánszkyt, balról bead, és Lebonicki megszerzi a labdát Lovász elől. Ezzel, mintha a PMSC előtte volna egy időre a puskaporát, a Szeged támadott többet és veszélyesebben. Talán a mérkőzés legnagyobb helyzete a nagyszerűen játszó Cigán előtt adódott, a 15. percben egyedül törhet kapura, lövés kapufáról visszapatan, és Bodnár nagyszerűen védi a visszapatanó labdát. Egy perccel később újabb szegedi helyzet, Lebonicki hosszú kirúgása Takácshoz kerül, aztán Cigán és Bodnár nagyszerűen ment ismét. A 26. percben ismét nagy szegedi gólhelyzet. Takács Zoltántól Sallaihoz kerül labda, Sallai betör a pécsi védő közé cselezget. Takács Zoltántól Takács Józsefhez kerül labda, Takács beível, Takács Zoltán egyből kapura lő, és Bodnár nagyszerű reflexzel hárít. Bodnár hosszú hetek óta kitűnően véd, ezen a mérkőzésen is csapata legjobbja volt. A veszélyt is jelentő pécsi támadásokra a 35. percig kellett várni. Bódogtól Lovász kapja. Lovász Megyerit indítja, Megyeri belövi, és ismét Lebonicki hárít. A 44. percben megint a szegedi Cigán került helyzetbe. Bodnár azonban ment, vigyázni kell, mert Cigán ellen nem lehet cselezni. A kirúgás nem jó. Veszélyben a pécsi kapu, de már ott a kapuvédő, és mellé is megy a labda. Ez volt a félidő. A második félidőben a Szeged talált magára először. Kuncsi PL Bódog leadását, Takács József kapja. Kun belövi, és megint csak Bodnára az, aki Cigán elől ment. Bodnár, mintha kissé megsérült volna, de nem történt semmi gond. 35. percben Balog szerzi meg, C, vissza Balog. Lovásznak hosszú, Hurgui kirúgja elől, leszögle fel a labdát. Két perccel később Palacki végez egy szabadrugást, és Bódog gyengén fejeli Lebonicki ölébe. A mérkőzés utolsó 10 percében szinte felbillent a pálya, a pécsiek 10 emberrel támadtak, de a befejezéssel rendszerint adósak maradtak, nem sikerült. A kisebb sérülések és az időhúzási kísérletek miatt Piller játékvezető egy percet hosszabbított, és ez lett a Szeged veszte a 91. percben. Szabadrugáshoz jutott a Pécs. Tomka teszi le a labdát. Beível. C emelkedik ki a bolyból, és gól! Az utolsó pillanatban, újrakezdésre már nincs is idő. C nagyszerűen az üres kapu közepébe fejelte a labdát. Ezzel valljuk be Fortuna segítségével, a hazaiak nyertek 1-0, a vendég